Hát akkor én nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt most, és akkor elkezdem azokat a feladatokat megcsinálni, amiknek a segítségével ti nagy valószínűséggel könnyedén fogjátok tudni követni ma ezt a mai bennünket. Ezt megveszünk itt a hangot, hogy az ne zavarjon, és akkor itt átkapcsolódunk. Kezdjük a megosztást. Így, rögtönetemben megosztom. Így, persze. Aztán jön a többi megosztás, most a csoportokban. Így. Küldés. És akkor most szépen végig megyünk az összes csoporton, ahova csak el lehet küldeni ezt a mai induló tréninget, mert hát ugye az a jó, ha minél többen látják, és minél több ember kap erről értesítést, és akkor így ezzel sokat tudok javítani azoknak az életének, akik majd a későbbiekben foglalkozni akarnak a network marketinggel, hiszen amit ma meg fogok mutatni, Erik Hollénak a szeptemberi üzenete, az azért eléggé jó lesz. Igen. Hogy menjen mindenhová. Egyelőre azt hiszem, vissza fogok kapcsolni, csak hogy lássam, hogy itt jönnek be, közben ide a terembe. Tudjam őket a megfelelő időben köszönteni. Tovább. Igen. De ne haragudjatok, hogy egy kicsit megállok itt a beszédben, mert a férfi agyad úgy működik, hogy egyszerre csak egyet tud csinálni, nem olyanok, nem vagyunk olyanok, mint a nők, akiknek nem jelent problémát az, hogy beszéljenek, hallgassanak valakit, és közben még valami más is megcsinálják. Én most konkrétan majdnem elfelejtettem, hogy voltak itt. Most egy picit feldövettünk, hogy most ezt a folyamatot, hogy időben tudjuk végezni. És időben tudjam nektek adni már a kedvést. Ez most mit tudom, hogy egy pillanat, hogy ilyen jó volt a hang. Jó. Jó, szóval még egy kis türelmet kérek szépen tőletek. Még egy másik filmból is szeretném megcsinálni ezeket a megosztásokat. Mindjárt végzek. Meg is vagyok.
Igen. Mindjárt meg is adom, hogy eljön. Akkor nézzük. Igen. 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 Vannak olyan csoportok, ahol nem tudom megosztani. Igen. És mondhatom én, hogy gyakorlatilag készen is vagyok. Megvan a dolog. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most itt vannak a teremben, azokat is, akik az élőben követnek, látom, hogy ott is vannak. Ott egy kicsit ellene csúszva a kép és a hang, mert akik mindig lefelé nézek, valaki már az ember vagyunk. És és akkor én ma, ahogy ígértem, írva. Ahogy ígértem, akkor én ma, mert a Perikóres szeptemberi hírlevelét fogom hozni, hogy ezt lássátok. Csinálok is egy képernyő megosztást. Akarom megosztani veletek. Nagyon jó. Remélem, hogy nektek is bejött a levél. Legalábbis én úgy látom, mintha mindenhol meg lenne. Mindjárt megnézzük, hogy a kontrollgépen is megjelenik el ez a kép. Ha igen, annak nagyon fogok örülni. Igen, azt az információt kaptam, hogy valakinek a termében nagyon lila vagyok. Nem baj, a lényeg az az, hogy a Facebookon, meg nézem, akkor ott nem vagyok lila. És ez a lényeg. Jó. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy Eric Warner ilyen üzenetet adott nekem, hogy küldött nekem, ugye teljesen természetes, hogy feliratkoztam az ő hírlevelére. És akkor nézzük, hogy mi az üzenete. Azt mondja, hogy ingyenes tippeket szolgáltatunk és tréninget, amely itt és most működik. Üdvözöllek, Erik Vole vagyok. Azt mondja, hogy a te sikered az életedben és a network marketingben ahhoz az kell, hogy ma, hogy mesteri váljál a te elmédnek. Amikor ezzel elkészültél, akkor a határ igazából az ég. Ebben a Network Marketing Pro hírlevélben arról fogunk beszélgetni, hogy mi a te képzeletednek az ereje, és hogyan tudod átprogramozni a te elmédet. Sikerhez. Nagyon remélem, hogy értéket találsz ezekben a tippekben és a tréningben. Most itt az ideje, hogy te a saját elmédnek a mesterévé váljál. Azt mondja, hogy az elmény újra programozása. Az emberek állandóan azt kérdezik tőlem, hogy mit tudnak itt megtenni ahhoz, hogy sikeressé váljanak a network marketingben. Hát nézzük, hogy mi Eric Warren-nek a válasza erre a kérdésre.
Itt van maga a blog bejegyzés, amit Erik Bore saját maga jegyzett. És akkor most, ha nem maradtatok, akkor lefordítanám nektek, hogy mit írt Erik Bore. Az emberek állandóan azt kérdezik tőlem, hogy hogyan tudnak sikeressé válni a network marketingben. És én most szeretném veletek megosztani azt a koncepciót, amely igazán nagyon jól működött nekem, és minden egyes kurzuson túl, vagy az én karrieremben. Mindannyiunknak van hibája a gondolkodásunkban, vagy talán amikor ezek feljönnek, amikor meghívunk valakit, amikor prezentálunk, vagy akár érzelmi alapú dolog, mint a hibáztatás, a halogatás, vagy ami érinti az életünket és az üzletünket negatív irányba. Ezen az úton nekünk át kell programoznunk az életünket, a családunkkal, a barátainkkal, vagy a megtapasztalásainkkal, amiket a mi gondolataink alakítottak ki, és a hozzáállásunk, amelyik befolyásolja az aktivitásunkat, amely aztán befolyásolja az eredményeket és az életstílusunkat. Hogyha a mi életünk és az üzletünk nem megy abba az irányba, amit mi akarunk, akkor nekünk meg kell változtatni a programozást, és rendbe kell tenni ezt, hogy sikeressé tudjunk válni. Tehát hogyan tudjuk megváltoztatni ezeket a programozásokat? Nos, én már igazán gondolkodtam ezen, hogy mi volt az, ami nálam a változást hozta. És ez az én aktivitásom volt. Én aktívan csináltam, mindig aktivitást csináltam először, ami eléggé hosszú volt ahhoz, hogy az aktuálisan meg tudja változtatni az én hozzáállásomat, amit gondoltam az én aktivitásomról, amely minden alkalommal megváltoztatta az én programozásomat. A növekedés, amikor megállítjuk az aktivitást, vagy el sem indulunk egyáltalán, amikor mi elkezdjük, hogy olyan érzelmeket kezdünk el érezni, mint a bűn, a bűnösség, félelem, a frusztráció, visszautasítás, stb. És olyan gyorsan, ahogy mi elkezdjük ezeket az érzelmeket érezni, ez már is azt jelenti, hogy az aktivitásunk az megtörik. Az anekdóta, amit mindannyian ezek az érzések teszik az aktivitásba, ez a több aktivitás, ez a több érzelmét fog majd távozni. Amikor mi megállunk az aktivitásban elég sokáig, ez ki fog alakítani egy szokást. És mi mindannyian, de a mi saját szokásainknak a termékei vagyunk. Amikor te egy szokást kialakítasz, az aktivitás, amely már egyszer nem volt komfortos, akkor egyből komfortossá válik, és a nem komfortos aktivitás, ami előtte komfortos volt, az már nem komfortossá fog válni. Most itt van az ideje, hogy megbocsáss saját magadnak a te elmúlt hibáidért, és
megítéled vagy, és vagy a rossz szokásokat, és azt mond magadnak. Én megyek, hogy megtanuljam, hogy mi történhet velem, túl ezen a ponton az én életemben, és én azért lépek tovább, hogy befektessek ebbe az aktivitás tervbe, hogy tovább tudjak menni, és lehetünk a saját magam lehető legjobb verziójává tudjam válni. Ez a koncepció segített megváltoztatni az én életemet, írja ezt Eric Voller. És én egy másik személyé váltam. Nagyon remélem, hogy ugyanez segíteni fog majd neked is. Emlékezzünk, az aktivitás megváltoztatja a programozást. És akkor nézzük, hogy mi volt Eric Worre-nak a másik üzenete. A legerőteljesebb erő a Földön. Ez az erő több egészséget, több produktivitást és eredményt hoz, mint bármilyen egyéb más erő a Földön. Ez nem a pénz, nem a tehetség, nem a képesség, hanem, ha olvassuk tovább, hogy miről van szó. Oké? Okay. Én most szeretnék arról beszélni, a legnagyobb erőről, ami a Földön van. Ez az erő több egészséget, több produktivitást, eredményt és bármilyen egyéb más eredményhoz, mint bármilyen egyéb más erő a Földön. Ez nem a pénz, nem a tehetség, és nem a képesség, ez a te képzeletednek az ereje. Évekkel ezelőtt én olvastam egy könyvet, aminek az volt a neve, hogy Illúzió, egy halogatós messiásnak az útja, vagy valami ilyesmi, ez Richard Bach-nak a könyve. Ő arról beszélt, hogy az elképzelés, vagy a fantázia, és hogy hogyan tudod kialakítani a legjobb verzióját a te életednek, a legjobb szervezetet, a legjobb üzletet, több értékesítést, több toborzást és több eredményt, hogyha te megnyitod és elengeded a te fantáziádat. És nagyon ajánlja Eric Worre, hogy olvassuk el ezt a könyvet is. A fantázia az a különbség az átlagos személyek és a szupersztárok között. Minden nagyszerű ember, Elon Musk, aztán a későbbi Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson. A képzeletük nagyobb volt, mint bármelyik más embernek. A nagyszerű világvezetők, mint például Nelson Mandela, vagy Martin Luther King Jr. is csak nagyban gondolkodott. És ők mindannyian láthattak valami tisztán az ő saját elmében, mielőtt még az reálisra válhatott volna. A legtöbb ember másodszorban csak annyit tud látni, hogy nekik igazán segít majd valaki más, mint az ő cégük, vagy az ő csoportjuk, hogy kreatívak legyenek, és újraforrás teljesen valami ilyesmi. De hogyha te úgy értesz, hogy másokon a te képzeleted fog majd segíteni, belevéve mindenki más, akkor minden meg fog változni a pozitív irányba. Itt van ez a három gondolat, amit
de meg tudsz tenni a saját képzeleteden belül. Tedd a jövődet tisztába a te elmédben. Képzeld el, hogy mit akarsz mindenféle szempontból a te üzletedben, hogy megtörténjen. Tedd ezt tisztába az elmédben. Gondolkozzál, hogy mi az, ami megtörténik, mielőtt még ez valóságra válik. Csináld ezeket, és csináld meg a fókuszodat, és a te cselekvéseid kezdenek el megváltozni, vagy elkezdenek megváltozni. Növeld meg a te fantáziádat, vagy a gondolataid nagyságát. Ez egy nem reális érzés tőled. De gondolkozzál nagyobban, kövérebben, sokkal sikeresebben, és sokkal eredményesebben, mint ahogy azt te bármikor is megadtad saját magadnak lehetőségként, ezek mielőtt ez megtörtént volna. Képzeld el saját magadat, hogy sokkal több embernek segítesz, és így válsz saját magadnak egy jobb verziójává. És még akkor is, hogyha még ez nem felismerhető jelen pillanatban. Használd a te elképzelésedet, vagy fantáziádat, hogy hozzátehess, vagy igen, adottál hát, a kreativitásra. Amikor más emberek fókuszálnak a problémára, hogy milyen kreativitást tudnál te nekik ajánlani. Mennyire erőforrás teljes, és adoptálható tudsz te lenni. Mit tudsz te tenni, amikor mások megfagynak? Igen, befagynak. Mit tudsz te hozzátenni, és a fantáziáddal megalkotni, milyen utat, amit el tudsz mondani embereknek a te termékeddel, vagy a te lehetőségeddel kapcsolatban. Tartsd meg a te csoportodnak a fókuszát, és legyetek sokkal produktívabbak. A te elképzelésed a legerőteljesebb erő a Földön, és használd ezt. Ezt fogja neked hozni az igazi eredményeket. És akkor most szeretnék arról beszélni, hogy ez a gondolat, miképpen tudnám segíteni a te network marketing üzletedet. Gondolhatsz most itt egy új termékre, gondolhatsz most itt egy fejlesztésre, vagy bármi másra. Én konkrétan egy új fejlesztésre, egy új termékre gondolok. Ez az új termék pedig az úgynevezett memory place, vagy emlék oldal. Ez az, amit láttok, ez az én háttér irodám, ez az én emlékoldal háttér, ez így néz ki, így fog működni neked is. Mit tudsz itt csinálni? Hát akkor, amikor te használni akarod ezt az emlékoldalt, akkor gyakorlatilag egy olyan digitális album tárhelyen kapsz, ahová videókat, fényképeket tudsz feltölteni, itt egy digitális fotóalbumban, és ahogy itt látod, azért az előfizetési összegért, amit ezért fizetni kell, itt korlátlan események száma lehet, korlátlan filmképek vagy videók egy-egy eseményhez úgy föl lehet tölteni. Itt most jelen pillanatban a tárhelynek a korlátja az 1 terabájt, de igazándiból
ezt ki lehet bővíteni, hogy 2 terabájt legyen, és a 2 terabájt az már eléggé komoly tárhely. Itt van egy statisztika, hogy hány esemény van, jelen pillanatban még nulla, hány videó vagy kép van feltöltve, semmi használatban lévő tárhely, azt is így jelöli. Így lehet készíteni egy új esemény. Ez úgy történik, hogy erre rákattintunk, ide ráírunk rá, ide írunk egy nevet, hogy milyen eseményt szeretnénk csinálni. Írunk egy olyan URL utáni szöveget, amivel egyedi weboldalt tudunk kialakítani magának az eseménynek. Ide egy egyéni üdvözletet írunk be, ahol hát a cselekvésre való felszólítás megtörténik. Kérlek szépen, hogy erre az eseményre ezen a linken keresztül küld el a képeidet, vagy a videóidat, és akkor az esemény lezárultával ezeket majd vissza tudod nézni. És aztán utána rákattintasz az emlék elkészítése oldra, és már meg is van maga az esemény. Amikor megtörténik maga az esemény, akkor az esemény résztvevői fognak kapni egy értesítést. Az értesítésben az lesz benne, hogy ha ők szeretnének arról információt kapni, hogy élővé vált az a weboldal, amiről az imént beszéltem, és megnézhetik a képeiket, akkor azt egy e-mail címre fogjuk tudni nekik elküldeni, hát ők meg fogják adni az e-mail címüket. És természetesen azért van itt az e-mail küldése a vendégeknek, mert itt több üzenetet is tudunk készíteni. Minden egyes kampányunkhoz készül, vagy igen, minden egyes eseményünkhöz egy saját kampány fog készülni, és ezeket a kampányokat mi tudjuk szerkeszteni. Természetesen üzeneteket tudunk küldeni, és itt meg tudjuk nézni a feliratkozó listáját, különböző űrlapokat tudunk készíteni, és esetleg máshonnan be tudjuk importálni, vagy esetleg innen ki tudjuk exportálni a saját e-mail adatbázisunkat. Amikor az első leveleket kiküldjük, akkor két dolgot kell csinálni. Az egyik az, hogy értesítjük, hogy hol tudják az eseményen résztvevő személyek megnézni magát a fénykép albumot, valamint egy olyan üzenetet küldhetünk el, amiben a hozzájárulásokat kérjük ahhoz, hogy a továbbiakban bármilyen tárgyban, akár egészség, akár szépség, vagy bármi más témában üzeneteket küldhessünk nekik. És hogyha ehhez hozzájárulnak, akkor onnantól kezdve már tudjuk nekik küldeni azokat a hírleveleket, amelyekkel vagy vásárlásra, vagy csatlakozásra tudjuk őket buzdítani. Vannak viszont eladói eszközök, amit egy jelölt elfogó rendszer, amely jelölt elfogó rendszer most csak egyetlen egy kampány, az emlék oldal követő kampány tartalmazza. Az ehhez tartozó kampányok, üzenetek, feliratkozók is nyomon követhetőek. Vannak promóciós linkek, és amit láthatok, gyakorlatilag itt minden magyarul van már, és ha rákattintok magára a szövegre, akkor fel fog jönni maga a weboldal is, ahol megmutatjuk, hogy miért érdemes viszonteladóvá válni, vagy meg tudjuk azt mutatni,
ezért érdemes felhasználni. Válni. Itt egy kicsit bővebben írunk magáról az emlékoldalnak a működéséről, és hogy milyen előnyöket lehet élvezni azoknak, akik ezt az emlékoldalt használni fogják. Vannak bannerek is. Ezek a bannerek, amit látjátok már, mind szintén magyarul vannak, és ezeket akár weboldalba, akár bármilyen kereskedelmi oldalba, ami a rendelkezésünkre be lehet illeszteni, és a bannerek segítségével újabb és újabb feliratkozókat tudunk gyűjteni. Vannak közösségi média bannerek is, amelyek kifejezetten arra vannak megcsinálva, hogy Instagramon, Facebookon, vagy bárhol máshol meg lehessen őket osztani, például a Pinteresten is. Sokfajta kép van, ezeket mind meg lehet nézegetni. Mindegyik letölthető, és így ezzel természetesen mi saját magunk is el tudjuk használni. És újabb és újabb és újabb feliratkozókat tudunk gyűjteni. És aztán az én üzletem, ahol a jutalékfizetés, a kifizetés, meg egyáltalán maga az affiliate dolgokkal, a viszonteladói partnerprogram jutalékrendszerével kapcsolatos információk vannak. Amit még szeretnék nektek megmutatni, az a következő. Igen, hogy például van egy ilyen lehetőségünk, hogy egy QR kód elküldésével is fel tudunk iratkoztatni embereket, tények, amelyek magukért beszélnek. Maga a team, a GVO team, akik megvalósították ezt a dolgot, és itt most meg kell állni. Hát, hogy hol kapcsolódik az, amit idáig beszéltem. Joel, megmutatom őt. Itt van ő az. Joel Ferriel, a vezérigazgató. Ő volt az, aki nagyban gondolkodott. Ugyanis részt vett a saját lányának a ballagásán, és azt látta, hogy egy csomó ember készít videókat, meg képeket, és aztán utána jönnek a átküldenéd nekem, vagy meg tudnád osztani velem, nincs típusú dolgok. És akkor ugrott be neki, hogy hát gyakorlatilag létre lehetne hozni ezt a fajta digitális albumot, ahova mindenki egyetlen egy helyre fel tudná tölteni a saját videóit, a saját videóképeit, és hogyha ezzel megvannak, akkor utána mindannyian közösen vissza is tudják ezt nézni. És amiért én itt legördetek, az az, hogy lássátok, hogy most csak $35 a legnagyobb csomag, van kisebb csomag, a $8, $12 és a $35. És most jelen pillanatban még úgy történik, vagyis úgy forgalmazza a cég ezt a programot, hogy nem kell külön viszont eladói díjat fizetni. Hogy ez meddig fog tartani, azt igazán nem tudom, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes lesz ezt minél előbb meglépni ezt a lépést. Most a viszonteladóknak szeretnék mutatni érdekességet, azoknak, akik abban gondolkoznak, hogy hát nekik van fényképész ismerősük, van rendezvényszervező ismerősük,
Van olyan ismerősök, akik rendszeresen tartanak különböző rendezvényeket, van olyan ismerősük, aki éppen készül valamilyen családi eseményre, például esküvőre, születésnapra, valamilyen esemény megünneplésére. Tehát számukra hasznos lenne, ha lenne egy ilyen lehetőség a kezükben. Nekik azt szeretném megmutatni, hogyha valaki aktív viszonteladó lesz, akkor itt ugye van 1 terabájt már egy kapacitási, van egy 50%-os direktjutalék, amit ugye a direkteknek a csatlakozásának, tehát az előfizetéséből fizet ki a cég, és van egy 25%-os csoportjutalék, amely gyakorlatilag két szintig hozza föl a jutalékokat, és a jutaléknak, hát a direktnél lecsapódó jutaléknak a 25%-át fizeti ki. Tehát ez összességében egy 75%-os ismétlődő jutalék, és ezt természetesen szeresen ki fogja fizetni a cég. Szeretném még megemlíteni a különböző bónuszokat is, mint például a gyorsindulási bónusz, ahol arról van szó, hogyha valaki egy naptári hét alatt, ami hétfő hajnali 1 órától vasárnap éjfélig tart, ha ez alatt az időszak alatt valakinek van 5 csatlakozója, akkor kap még a jutalékon felül egy $100 bónusz. Ha 10-et, ugyanennyi idő alatt, akkor 200. Ha 15-öt, akkor 300, ha 20-at, akkor 400, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Valami minden 100. fizetés ügyfél után egy külön bónuszt fog fizetni majd a cég. És maga, hát ahogy mondtam, a viszont eladói díj is $35, és nincsen semmi különösebb, se kisbetű, se egyéb más ilyen dolog. Ez mind benne van magában ebben a dologban. Tehát gyakorlatilag azért hozom én ezt, mert ahogy Eric Warren itt mondja, azt mondja, hogy minden nagy vezető, Elon Musk, a külsői Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, mindig valami nagyobban gondolkodott, mint más emberek. És én nagyon úgy érzem, hogy most Joel gyakorlatilag ő is valami nagyobban gondolkodott, mint bárki más. Mindenkinek van arra lehetősége, hogy egy saját felhőpárhelyet létrehozzon, egy ilyen előfizetéssel, és minden egyes képét, videóját oda feltöltse. Mindenkinek van arra lehetősége, hogy vásároljon egy külső tároló helyet, ahová ezeket a videókat, képeket, vagy egyéb más anyagokat fel tud tölteni. Ez természetesen egy lehetőség. Amire szeretnék megvinni a figyelmet, az a következő. Hogyha te elutazol távol élő rokonaidhoz, akkor nem fogod magaddal vinni a külső tárolóhelyedet, tehát azokat a képeket, amik ott vannak, azokat nem fogod tudni megmutatni a távol élő ismerőseidnek vagy rokonaidnak. Ha a saját felhőtárhelyeden lévő képeket akarod megmutatni, akkor ugye csak azokhoz a képekhez férsz hozzá, amiket te oda feltöltöttél. És itt jön a csavar. Ugyanis az emlékoldaltárhely, az nem csak a te általad készített képeket és videókat tárolja, hanem, ahogy azt mondtam, az eseményen résztvevő összes személynek a képét vagy a videóját. Így, hogyha van egy olyan pillanat, amiről amúgy te lemaradtál, de más meg nem, és nagyon izgalmas volt ez a pillanat, akkor azt ugyanúgy meg tudod mutatni. Mondok egy példát, hogy
arra figyeltetett föl, hogy a kisgyerek elkezdett kipenni. És van olyan hatalmas nagy szerencsétek, nekem megvan az a nagy szerencsém, meg volt, hogy sikerült videóval rögzítenem az én unokámnak az első lépését, amikor először kezdett el önállóan járni. Egy éves volt akkor. És ezt a videót én egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kincsben tartom, és vigyázok rá nagyon. Aztán amikor a harmadik unokám megszületett, és bementünk hozzá a kórházba, akkor az a kis lélek, képzeljétek el, hogy hosszú ideig, tehát nyitva volt a szeme, és úgy tűnt nekem, mintha ő hosszú ideig tanulmányozott volna minket, hogy na akkor most akkor egy jó helyre, én kezdtem megfelelő személyekhez, én kezdtem én. És meg sem mutkant, meg sem mutkant, egyszerűen csak mintha figyelt volna minket. Én nagyon jól tudom, hogy igazándiból nem maradtam. Vagyis, hogy a képek megmaradtak a fejébe, de ez valami egészen más lehetett. Biztos, hogy nem volt tudatos ez a nézés, de azért mégis valami rendkívül furcsa érzést adott az, ahogy ő ránk tekintett. És ezeket a képeket, hogyha én nem csináltam volna meg, de valaki más csinált volna ilyen videót, akkor én ezt biztos, hogy nagyon szeretném megkapni, és biztos, hogy elkonyaráltam volna. De vannak olyan események, amikor ezt nem lehet megcsinálni. Ilyen például egy koncert, vagy egy üzleti rendezvény, ahol nem lehet oda menni csak úgy a másikhoz, hogy figyú, látom, csináltál egy tök jó képet, átküldenéd nekem. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy ismeretlenhez mennél hozzá az utcán, és őt kérnéd meg, hogy nyissa meg a telefonját, és küldjön át arról neked valamilyen képet. Hát ez nem fog menni, nem fog működni. Tehát ez biztos, hogy nem lesz jó. Viszont, hogyha magának a koncertnek a szervezője, vagy maga a koncertnek a főszereplője kéri meg a résztvevőket, hogy van egy közös album, fényképalbum, és hogy oda föl lehetne tölteni a képeket, akkor az biztos nagyon hasznos lenne. Képzeljétek el, hogy ha van egy olyan egy kezdőbanda, akik esetleg később majd jól be tudnak tudni, minden esetre sikeresek egy bizonyos közösségben. És ott az induláshoz nagy szükségük lenne, vagy nagyon jól tudnának előre lépni, ha tudnának felmutatni olyan videókat, olyan fotókat, amik a nézőközönség által készített dolgok, és ahol lehet látni, hogy milyen sokan vannak a koncerten, vagy esetleg a koncertnek egy érdekes részlete van fönn, és ebből ez nekik egy biztos, egy nagyon fontos emlék lenne, vagy a saját márkáiknak az építéséhez nagyon hasznosítani tudnánk. Szóval ennyiben gondolkodott nagyot Joel akkor, amikor elindította magát az emlék oldalát. Most természetesen te asszociálhatsz a saját üzletedben lévő jelenlegi fejlesztésre, a saját üzletedben lévő jelenlegi új termékre, tehát gondolkodhatsz ebben is. Minden esetre a lényeg az az, hogy fontold meg Eric Worre üzenetét, mind arról, hogy a saját fantáziát hogyan tud mindennél nagyobb erőt képviselni, vagy hogyan tudod átprogramozni a saját elmédet azzal, hogy elkezdesz akcióba lépni. Például akcióba lépsz, és megkeresed azokat az embereket, akiknél látod, hogy használják már az emlék oldalak
hashtaget, és megkéred valamelyikünket, hogy segítsenek neked, hogy te is használni tudj magát ezt az emlékoldalt. Van ennek egyébként egy olyan lehetősége is, hogy ingyen kipróbálhatod, és nincsen időkorlát, hogy meddig csinálhatod. Amikor betelik a tárhely, akkor betelik kész, akkor majd te eldöntöd, hogy mit akarsz tovább csinálni vele, vásárolhat kisebb csomagokat, ahogy mutattam, 8, 12 és 35 dolláros csomagokat, és ha esetleg úgy gondolod, akkor viszont eladóvá is tudsz. Már ennyi lett volna, amit szerettem volna neked megmutatni. Erik Warrennak az üzenete ebben segített nekem, és hát nagyon remélem, hogy tudtam ma én is nektek valami értéket adni, és hogy fogjátok tudni használni ezeket a gondolatokat a saját üzletetek kialakításának érdekében. Megállítom a megosztást, igen. És akkor nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, további szép estét kívánok neked, nagyon gyönyörű hétvégétek, remélem nem fog esni az eső, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!